Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Ott maradtunk el, hogy... Jocó, hogy fogalmaztad meg a grenadír marsat? Azt, hogyha ezt Toton elmondanám, édesanyám azt mondaná, vagy azt gondolná, hogy valami híres színész. Én nem tudom, én ezt ismertem így a grenadír marsot. Amúgy Laskás Pityóka, tehát körülbelül így lehetne összefogni. Nálunk Pityókás Laska, de igen, édes így, ezzel nem fogunk összeveszni. Egyébként én is, mikor egyébként annak idején kamaszkoromban ugye Sepsiszentgyörgyre kerültem, akkor találkoztam életemben először ezzel a fogalommal, hogy grenadír mars. Próbáltam én felfogni, hogy mit jelent, tetettem persze, hogy tudom. De mindig hát... kimentél, mikor hallottad ezt a szót, hogy grenadír mars. Kiment, nem tudta meghallgatni, hogy mit jelent. Szintén én lehet a mars szelet miatt, de én valamiért mindig édességre asszociáltam, és volt egy ilyen osztályos összeülés, ahol az oszi ígérte, hogy na akkor készít majd nekünk grenadír mars, na gondoltam, házi, csak a borosz nem lehet soha az életben, nem sülhet ki rossz dolog. Aztán, amikor a Pityókás Laskát elém tették, hát mondjam, azt nem erre kész. Grenadír mars, a grenadír sneakers, a grenadír twix. Az a helyzet, hogy a magyarok értenek ahhoz, hogy nagyon egyszerű kajákat olyan szinten nevezzenek el, hogy az embernek tényleg a nyála így összegyűlik, és várja, hogy mi lesz ebből. De a marsra nyáladzni kezdesz? Hát hogyne? Hát a mars, a mars csoki, hát az egy nagyon finom hát dolog. Hát igen, hogyha csokira asszociálsz. Hát de mire asszociáljak a marsra? Nekem először a katonaság jut eszembe, bán, bocsánat. Igen, azért nem tudtad meg, hogy mit jelent. Mit csinálsz? Mars. Egy radecki mars kellett, radecki mars emellé. Tehát, igen, ez kellett. Mert például mondok még egyet, lássuk, hogy ismeritek-e ezt a kifejezést, aminek az a neve, hogy mondom, egy pillanat, káposztás cvekedli. Káposzta, de figyelj, ez a cvekedli. Laska, nem? A cvekedli. Igen, de Magyarországon úgy hívják a fodros laskát, hogy ez cvekedli. Hát miért hívják úgy? Mert hát az azért, a neve. Azért, honnan jött ez a név, hogy cvekedli? Hát, háromnegyed Magyarország, könyörgöm, sváb. Na, igen, hát akkor mit vártok? Ein, zwei, Polizei, drei, vier, grenadier. De például csak, hogy tudják a székelyek is, hogy mi az ez... Mi az kincső? Ez hát káposztás laska. Káposztás laska. Igaz, az előbb volt káposztás krumpli, ami mars. Meg, az egyébként nem káposztás volt, hanem laskás krumpli volt, nem káposztás. Ja, igaz, laskás. Laskás, csak hogy diszkréten mondom, hogy például Kolozsváron meg káposztás kocka. Uh-huh. És véletlenül se kocka formájú, hanem... De mi ez a kocka? Levél, hát levél formájú. A négy szögletűre faragott lasi. Széles metélt. Jaj, a széles metéltnek Kolozsváron azt mondják kocka. Igen. Káposztás kockának hívják. Tulajdonképpen ott Bolyai nagyon későn érkezett. Tudtad, hogy a kocka nem is kocka, a Bolyai féle igen. Meg a párhuzamosok is találkoznak. Mi a Stefánia szeret, az mindenkinél Stefánia legalább? Nem. Gondolkodom, hogy nálunk mi? Hogy hívják? Nálunk a Stefánia szelet az tojásos fasírt, vagy valami. Peste meg egy körút. Érted? Tehát, hogy az tényleg, tehát egy mi se. Soha nem... Én jó, szóval honnan jössz te? Igen, szeretném Maros elmondani. Megyéből. Maros megyéből jövő Körtvéfája nevű és Gernyeszeg nevű falucskákból. Mindenkit üdvözlök, aki most onnan minket hallgat. Én jártam ott. Aggódom ott azért a falunak. És szólok a falunak, ne aggódjanak, csak Bence aggódik. A gasztrokultúra miatt problémákat észlelek ott. Ez igaz, de ez igaz. Jelentem, hétvégén jártam ott, ezek valós helyek. Tehát igen, ezek léteznek, ezek a helyek. Igaz, hogy eléggé kihalt, mióta onnan elköltöztem. Bezárt a diszkó már. Igen, bezárt már de a diszkó. De elindult legalább a fesztivál szezon. Illetve a diszkóban csak pizza és hamburger volt, de olyan hamburger, ami be schnitzel volt. De látod, meg is úgy árultuk, hogy hamburger. Értem, és a bécsi szeretet te meg schnitzelnek hívod? Hogy? A bécsi szeretet meg schnitzelnek hívod? Nem, úgy hívták ott. Mert román volt a főnök. Aztán eljött, és kikupálódott a kocsa. Kérdeztem, hogy ez mi is. Mondta, hogy ez hamburger. És mondom, de milyen hamburger? De schnitzel majd. Hamburger, de schnitzel. Adidas Puma és Jeep, de... Ami két cipó között van, tehát van olyan, ami cipőtalpas hamburger. Igen. Ugyan az a kategória. Jó, de legalább a rakott krumplit és a pityóka főzeléket, mindenki pityóka főzeléknek hívja. Én pont hívja. Azt akartam mondani, ha hiszitek, ha nem, én 32 éves vagyok, én az életbe krumpli főzeléket még nem ettem. Az életben, komolyan mondom, rendesen szégyellem magam, mert hogy mit tudom én, a pityóka tokány, vagy a rakott krumpli, sok más krumplis ételt, persze, meg a pityóka leves, de az, pityóka hogy most... Pityóka paprikás.
Igen, igen, igen. Ez a pityókatokány nálunk már, bocsi. Ennél már tudod, ez a... Nem schnitzel. Tudod, hogy hívják a pörköltet becsületesen Székelyföldön? Hogy? Ha hústokány. Ja, hústokány. Igen, tokányolunk. Igen. Na, de én ilyen krumpli főzeléket még nem kóstoltam. Az finom dolog? Igen. Valahogy úgy képzelem, mint a krumpli leves, csak sűrűbb. Ugye? Hmm. Igen, igen, olyasmi, viszont én nem tudom, hogy miért kellett engem ilyen könnyen lerázni. Én most nem értem. Szeretnék magyarázatot kérni, hogy miért ráztátok le a falusi gyereket. Ezzel a Stefániát ugye elintéztétek, senki nem mondta el, hogy a Stefániát ti hogy nevezitek, miért nevezitek Stefániának is. Mi biztos, hogy nem Stefániának neveztük, mert arra emlékeznék, de esküszöm nem jut eszembe, hogy hogy nevezik odahaza. Ha valaki otthonról hallgat, 0726719966, vagy írjatok nekem privátba üzenetet, de mesélj el valaki tényleg mifelénk, hogy hogy nevezik, mert nem tudom. Mert a Stefánia az ugye... Én Kevlárosnak szoktam hívni. Rudas fasírt, az nem jó? De az az igazság, az csak azért, mert egyszer édesanyám oda sütötte, ezt nem kéne rádióban elmondani, és biztos meg fogja szégyelni magát, de tényleg elfeledkezett róla, na, tehát előfordul jó háziasszonyokkal, és... egy kicsit olyan kevláros lett az alja, tehát a golyót megfogta volna. Evésre kevésbé volt az a része alkalmas. Maradjunk ebben, de amúgy Stefánia szeret. Én ezt világéletemben itt tanultam. Kükülő mentén ugyanez ilyen fajta kaja, így néz ki, ugyanaz az összetevője, minden benne van, szeretel, és akkor pont úgy néz ki, és ilyen göngyölt húsnak nevezik. Göngyölt hús. Már ki vagytok? Igen, de a göngyölt húsban nincs benne a tojás. Nálunk beletették sok. Igen. Plusz a göngyölt hús az általában töltve van valamivel, tehát az fancy nevén a rollád, ugye, de annak szigorú elvárása, hogy valami töltelék kell legyen benne. Nálunk a göngyölt húst azt disznóvágáskor készítik. És a hájba. Igen, a hájasabb bizé, tehát hogy kicsit hasonlít az olasz porcsettára. Az a disznófősajt? Nem, a disznófősajtban abban többek között a disznó fejéről belevágott darabkák vannak. Az ilyen... Azért disznófő. És azért sajt, mert ilyen sajtállaga van neki, mint a marmaládénak. Azért sajt, Magyarországon kétségbejtenek vele, Magyarországon csak disznósajt. Igen? Tényleg. Igen, mi igen, olyan kiábrándt. Igen. Hát, igen. Hogy lehet ilyen nevet? Megnézed meg, nem is sajt, tehát, hogy igen. Emlékszem, hogy a tej termékkészítők azok fel voltak háborodva, vagy ezeket a növényi eredetű zsíradékból készült sajtokat sajtnak merik minősíteni. A disznófő sajtért még egyiket sem hallottam felháborodni. Jó van úgy. Na, igen, szóval vannak retro kaják. A gyermekünk kedvenc étele is, még biztos, a gyermekkorunk kedvenc étele, nem a gyermekünk kedvenc étele. Gyermekkorunk kedvenc étele. Hát lehet, van egy gyerekem, csak nem tudok róla. Minden esetre én például a kedvenc gyerekkori ételem az a kakaóporral megszólt tejbe gríz volt. Jaj, nem valami, szerintem azért az előkelő vendéglőknél, meg kiderült, hogy nem is a legfinomabb volt, amilyet én ettem, de hát olyan volt, meg nem volt édesség. Ne szapulj többet anyukádat, na. Nem anyukámat szapulom, az óvodákat. Jaj, ti kaptatok óviban kaját, ti az a szerencsés. Há, igen, szerencsés nagyvárosi legények. Ja, nagy szerencse volt. Az odakozmásodott tej, egy kicsit odaégett puliszkával, tejbe puliszka cincol, tejs puliszka. Járt, igen, városi úgy is hívták egyébként, hogy tejbe gríz gazdagon. De egyébként, ha hiszitek, ha nem, nekem a specialitásom az a rakott krumpli gazdagon. De aha, ez egy ilyen évek alatt továbbfejlesztett és további. Megmagyarázom, ami megmaradt kincsénél, az mind megy a rakott krumpliba. Nem, na azért megvannak az alap élelmiszerek, amit ilyenkor is szigorú beletenni. De ha van egy kicsi, mit tudom én, székely gulyás maradék, én azt is beleteszem, olyan jó ízt ad neki. Szóval szeretném felhívni a figyelmet, a székely gulyásról is úgy néz ki, hogy vélemények vannak, hogy Kovásznál láttam egy valami vendéglátóipari egységen kirakva, hogy székely gulyás, és az pityóka gulyás volt. Nem a székely gulyás az világ minden más sarkában káposzta. Így van. Sovanyú. Értem, és finom, nagyon igen, csak újra-újra kezdik értelmezni, nem volt éppen káposzta, és akkor tettek grumplit, kiírták, mert hogy? Jönnek onnan fentről lefele, és akkor azoknak meg mindegy lehet, vagy nem tudom másképp miért, nem? Nem. Hát szerintem az illető csak nem tudta, hogy mi a székely gulyás. Valahol valaki eltévesztette. Na, de hogyha már itt vagyunk a gulyásoknál, meg a retro kajáknál, meg gyerekkorunk szép emlékeinél, azért vagy az ilyen, vagy az olyan gulyás, az szerintem úgy sokunk kedvence, nem? Tehát kortól és korosztálytól függ. Gyerekkoromnak nem volt kedvence. Nem szeretted? A gulyást gyerekként nem szerettem az de ilyeneket. A gulyást úgy értem, nem a magyarországi gulyás, hanem mint a székely gulyás, vagy a paprikás gulyás, vagy nem tudom. Nem szerettem ezeket. Mondjuk én mindent megettem. Ez a tarhonya, pityóka, elvétve hús benne, ez nekem nem jött be. Tehát a tarhonyát nem is ismertem, nem tudtam, hogy létezik. A tarhonyát először, hiszen 25 évesen, vagy 20 évesen kezdtem el
És még 20 évig megtanultad, hogy hívják. Igen, igen, de tényleg. Az a kicsi izé, olyan agyonfőzött vacak. Igen, arra gondolom azt arról a kajáról, még egyelőre, bocsánat, mindenkitől elnézést kérek, hogy az nem szól semmiről. Mi a tarhonya? Hát igen. Hát csak jól kell ízesíteni, és akkor finom lesz. Igen, vagyis, hogy... Olyan, mint a tök. Igen. Tehát a jó ízesebb üze. Igen. Hát azt is csak jól kell ízesíteni, de alapanyagnak nagyon jó, vagy köretnek, én nagyon szeretem például a tarhonyát, csak jól van ízesítve, ugye? Két dolog van, tehát amit nem vagyok hajlandó megenni. Hát de most a makaronit se eszed meg magára, vagy a spagetti tésztát magára, mert az sincs ízesítve. Kérdés, amitől minden nutricionista most hanyat vetné magát. Nekünk adta kovibba ilyet, hogy cukros laska. Uh-huh. Igen. Igen. Azt például szerettem, mert édes laska. Cukros laska gazdagon, akkor prézli is járt benne. Vagy mazsol a darabok. Hát mi ezt a szót nem ismertük. Hogy gazdagon. Azt, hogy gazdagon, nem. De bezzeg a ticelt, igen. Volt prézlis laska. Az már nagyobb voltam. Volt mákos laska, volt cukros lacska. Lacska. Nálunk prézlis cukros volt egybe, a mákos az valamiért kiesett. Ugye, tudtam, hogy ez lesz a téma. Igen, és készültél. Nem, úgy készültem, hogy tényleg behúnytam a szemem, és azt mondtam, hogy tényleg mik voltak a gyerekkorom ilyen nagyon-nagyon különleges íze, és szerettem volna hozni nektek egy olyat, amit biztos, hogy nem ettetek, vagy ha ettetek, akkor én fogok meglepődni. Évente egyszer elkérem a receptjét, és most se tudom édesanyámtól. Ez nagymamám készítette, képzeljétek el, ennek az volt a neve, hogy Lerbe laska. Nagymamám elkészítette a laskát, tehát ilyen nagy lap, azt így feltűrte, és lett belőle egy ilyen hosszú laska. Rolád. Természetesen cukor és tej, és ezt be a lerbe, tehát így feltöltötte tejjel, ellepte tejjel az egész laskát, tehát mit tudom, volt 3 vagy 4 ilyen hosszú csík, amekkor egy tepsi laska, ilyen felcsavart laska, azt tejjel leöntötte, jól megcukrozta be a lerbe, és a tej belefőtt, elfőtt a tej, és úgy megkaramellizálódott a tej a laskán, és utána még kapott is egy ilyen égett, ilyen piros tetőt így a laska, és te életemben olyan finomat, és mai napig senki nem készít, tehát nem ismerik, és mindig eldöntöm, hogy na készítek majd egy ilyet. Tehát ez volt gyermekkoromnak a legnagyobb fincsisége mindig, amikor volt lerbe laska, nem csinálták gyakran, mert tényleg mi csináltuk a laskát, tehát hogy na, úgyhogy ezt meg akartam veletek osztani. Ez valami baromi finom dolog lehet, főleg házi tésztából, Istenem. Na, ezt gyere, fogjunk szabadon, és akkor most ígérd meg itt ország, világ, füle hallatára, hogy egyszer hozol nekünk kóstolót. Hát igen, el kellene készíteni. Az a baj. Ahhoz, igen. Pont erre próbálunk sarkalni téged. Hát én nem tudok laskát seríteni, vagy csinálni. Figyelj, veszel valonnan házi laskát, biztos kerül. Biztos kapunk. De olyan lapot? Beszélsz a piaci nénivel, hogy ne vágja fel, hozza neked laposka, hogy onnan fog szeretni ettől. Szinte lazány lap, amiről beszélsz. Amúgy igen. Csak nem szárazon. Amúgy igen, csak nem szárazon. Nem, de ha tejet kap, akkor úgyis megfő. Hát de nem tudja feltekerni a szárazon. Igen, a lényeg az, hogy meg lehet, biztos meg lehet csinálni. Hogyha véletlenül valaki tudja, hogy ez a kaja hogy készül egész pontosan, 0726719966, komolyan mondom, nem tudom, küldök neki Nagy Endrétől egy aláírást. Yeah, vállalom. Srácok, és beleértve a lány is. Nem, hát Magyarországon ezt ilyen átfog. Az megvan, a kiflikohot, azt ismeritek? Nem? Mi ez? Igen. Egy ilyen tálba főtszerűség. Gyakorlatilag tálba főtt. Én most lepődtem meg, így megnéztem a receptjét, hogy ebbe járt volna lekvár. Én világéletemben úgy kaptam, hogy nem lekvár volt benne, hanem volt egy kis túró, tehéntúró benne. Ja, édes. S szerintem jobb, mint lekvárral. Nem tudom, mert lekvárral sose ettem. Ez kimaradt a fejemből. De ez a kiflikoch, ezt nagymamám így hívta, hogy nagymamám kolozsvári, tehát hogy lehet inkább ez a magyarázat rá. És amikor mondták, hogy tálba főtt, sose ettem. Kiraktak, ja, ez kiflikoch, jó. Tehát, hogy nagyjából ugyanaz a sztori, effektíve ugyanarról szól. Itt annyi, hogy a megszáradt kiflit kell felhasználni. A tálba főttben meg megszáradt kalácsi állna, de egyébként szerintem azt már csinálták kenyérrel, és azt úgyis jó volt. Tehát itt egy kicsit az édeskés. Ugye a kifli és a kalács tészta, azok hasonlítanak egymásra, de az utóbbi időben úgy vettem észre, például ezek a dolgok kimentek divatból. Úgy valahogy, nem tudom, túl sok szénhidrát van benne, vagy ilyesmi. Hát valószínű, átvette a helyét a mediterrán konyha, mert ugye az nagyon dívik nálunk. Igen, gyors fogyasztott formában érkezik.
mediterrán mikróban készül. Igen. Egy kis a kalimári, tudod, amikor kiszeded a fagyasztóból. Na kincs, mi volt ez a sóhaj? Kiszakadt egy ösztönszerű sóhaj. Kicsit annak apropóján, amit mondtatok, vagy amiről beszéltek, hogy most már hogy kimentek divatba, de az a helyzet, hogy tényleg nagyon egészségtelen, annyi cukor van bennük, de néha azért olyan nagyon jó. Tehát, hogyha megnézitek, most meséltem azt hiszem a héten, vagy a múlt héten, hogy ugye készítettem tiramisút, hát az ember nem volt itthon, valljam be derekasan, hogy az egész nagy jénait én zabáltam fel szinte egyedül, de esküszöm, olyan jól esett, független attól az is tele cukorral, meg mindenfélével. Az a baj, hogy az ilyeneket el fogjuk felejteni, és itt ezért is buzdítalak, hogy szerezd be azt a receptet, mert megnézzünk két séfek séfét, két konyhafőnököt, és már mindjárt tudjuk, hogy kell házi tésztát készíteni. Igen. Kell még egy olyan sirítőgép, vagy milyen manós, hanem kézzel kisirítjük, de én nagyon szívesen megtanulnám az ilyen recepteket, mert hiszem, hogy előbb-utóbb elkallódnak, mert most mit tudom, felmész internetre, rengeteg receptet találsz, de most nem tudom, egy nagymamánk korabéli hölgy nem biztos, hogy fogja magát, és bepötyögi a receptet fel az internetre, hogy mindenki is tisztában legyen vele. Amúgy én hiszem azt, hogy ez olyan, mint a nevekkel, egyfajta körforgás van állandóan a világon, hogy amikor én voltam gyerek, akkor mindenkit Józsefnek, Istvánnak és Lacinak Endrének. Hívtak, és Endrének hívtak. Most meg senkit nem hívnak így, most új neveket kezdtünk kitalálni, Roberto és Zente, és mit tudom én, milyen neveket mondok ma. Tegnap is hallottam egy olyan nevet, amit életemben nem hallottam még, és kiderül persze azokról is, hogy azok valamikor divatos nevek voltak. Tehát ugyanígy gondolom a kajával is. Most éppen el vagyunk menve a mediterrán konyha fele, vagy lehet, hogy én ebbe is tévedek, és mindjárt Bence ki fog javítani, hogy mi nem tudom most pont hol tartunk. Szerintem csak egyszerűen könnyebb ételeket kezdünk enni. Igen, vagy például krémleveseket kezdünk enni. Folyamatosan krémlevessel találkozol, bármelyik vendéglőbe bemész, minimum egy krémlevese van, gomba krémleves, karfiol krémleves, nem tudom. Én hiszem azt, hogy egyszer csak ez átfordul és visszajön. Tehát a székely káposzta megint, a kolozsvári káposzta megint divatját fogja élni, mert újra felfedezik, vagy én nem vagyok hiszek. Ennyire optimista, mint te ilyen szempontból, mert inkább azt veszem észre, hogy az utóbbi években, hogy mondja Bence, hogy inkább ilyen könnyedebb kaják vannak, tehát hogy elkezdtünk úgy globálisan kicsit tudatosabban figyelni arra, hogy mennyi zsírt, mennyi cukrot, mennyi szénhidrátot visz be az ember a szervezetébe, és az a helyzet, hogy ezek a régi nagy jó finom receptek, tehát az, mit tudom, kuktában főzött csülkös, fuszulyka leves, vagy édes, mindegy, hogy azok azért nehéz ételek. Igen, csak a faluban senki nem volt informatikus, hogy egy gép előtt üljön, hanem mindenki miután evett, felállt, és ment a szekérrel, és hajtott, és természetesen nem volt annyi elhízott ember, mint most. Tehát ledolgozták. Tehát ledolgozták. Persze, hát persze. Édesapám húst hússal eszik, mióta az eszét tudja, és tényleg reggel, délbe, este húst eszik, de nem látszik rajta, hogy nem hízik. Nem. Max közvényes lesz, mondjuk a hús az jellegzetesen nem ez a mifaj. De gondoljátok arra, hogy azért ezek az ételek, ezek a klasszikus ételek bizonyos fokig ingel szegények. Tehát gondolj, most éppen az angyalbögyörőnek szedtem elő, amit krumpli nudlinak hívnak. Igen, ez tényleg ebben igazod van. De hogy most megnézed, hogy mit tudom én például, hogy McDonald's is kajához képest ugye ezeknek olyan szolid ízük van. Tehát, hogy itt igen, meg mindennek az az íze van, ami kell legyen neki, és nem minden egyforma ízű, vagy az érdekesebb pont, emiatt, hogy ilyen elsatnyult ízekkel dolgozunk, vagy semlegesebb ízekkel dolgozunk, akkor minden fahéjas, meg ánizsos kell legyen, meg nem tudom milyen angyal ízé. De gondolj arra, koriander, növény. Ugye az is egy ilyen jellegzetesen megosztó íz. Igen. De én ezzel nem értek egyet, hogy mondjuk rosszabb lett fűszerezés, vagy ízvilág szempontjából. Nem lett rosszabb, sőt, jobb lett, színesek. Viszont régen megelégettünk egy egyszerű ízzel. Az pont azt mondtam, hogy ez kicsit ilyen fakónak igen, tűnik. Igen, a régiek, de azzal sincsen semmi baj, mert mit tudom én most az angyalbögyörőre, ha én most hazamegyek, elkészítem, és rászórok a klasszikus recepten túl egy kicsi kakaóport, mert nekem éppen ahhoz szottyan kedvem, vagy mit tudom én, kakaós kávéport, hogy márka nevet ne említsünk, de tudjátok, ami már úgy cukrozva igen. Igen, is van egy kicsit, vagy brumi, attól függ, hogy melyiket választott. De hogyha azt például rászorom, már mindjárt az van, hogy egy kicsit tovább gondoltam, hogy a receptet az én számízének jobban megfelel. Vagy ha mit tudom én, hecserli lekvárral leöntöm, vagy kicsi málna lével leöntöm, vagy málna sziruppal leöntöm. Hecserli lekvár, ez apropó gyerekkori ízek. Na, azzal például engem ki lehet a világból kergetni, azt utálom. Valamikor mindenben is ott volt egyébként. Nem szeretem a pecset. De gyerekkori ízek, és ez persze az a baj, kell egy intézmény, hogy már nagyon nincs falu. Is
csitka helyen van a nagy kemenc, ami már három kaszárnyára elég ellátmány biztosító kenyeret lesütött, és akkor megmaradt kenyértészta. Egyébként kükülőmenten ez óriás dolog, és akkor az éppen kihűlőben levő kemencében teljesen vékonyra laposra kiterített kenyértésztából készül a tehéntúrós lepény, igen, vagy szilva ízes lepény, de úgyhogy rá van, így karamellizálva, meg van kis a vége. Vagy, és ami a legegyszerűbb, hogyha a munkásember is van a környéken, és még valakit meg is kell etetni egy kenyérsütésszet után, a zsíros lepény. Hogy az milyen, jó, és az rendesen megsózva, paprikázva, nagyon finom, frissen sülve, ropogósan, az alja még ilyen ropogós a kemencéből, nagyon finom tud lenni. Igen, nagymamám például soha életében nem készített lángost, mi fánkot készítettünk, viszont amikor a kenyeret sütötte, de mi is rendszerint hetente sütött egyszer kenyeret, nem tudom, 7 kenyeret, és akkor mindig, ha maradt tészta, abból csinált egy lángost, aha, és azt kisütötte. Egy az egyben, mint a lángost, forró olajon, vagy forró zsírban. És az hú. Az nem olyan, mint amit veszem most a bódéból 15 leért. Nem egyébként, nem. Amit a zsírban készítenek, annak sokkal jobb az íze. Illetve kenyértészta volt, igen, tehát nem édes tészta volt, igen, hanem kenyértészta, és akkor azt lehetett, édesapám szalonnával ette például. Ezt, csak azt vettem, hogy meg akartam a zsíros lepény receptjét keresni, és erre képzeljétek el, létezik a receptneked.hu-n a zsíros kenyérnek a receptje. Na gyerekek! Hallod, az a szakács, aki képes elrontani a zsíros kenyér, nem, aki nem az tudja, adja vissza hogy a diplomáját. Hogy kell elkészíteni, tudod, tehát első körben innen indul az egész történet. Gyere, olvassuk fel. Gyertek, eláruljuk, hölgyeim és uraim, kedves rádióhallgatók, itt a reggeli műsorban el szeretnénk önöknek árulni a zsíros kenyér receptjét, vegyenek írószert, papírt. Titkos recept. Szóval, kell hozzá. 60 perc, azt írja. 60 perc. 60 perc. Kell 1 kiló kenyér. Jó zsír, de ez nincs megadva mennyiség. Hány napszámosodva, nem? Hát igen, mert egy fej lila hagyma. A zsír kapcsán fontos, hogy ízlés szerint kened vastagon, vagy vékonyon, vagy közepesen. Igen, az egy fej lila hagyma, lefordítom Székelyre, vörös hagyma, mert Magyarországon a vörös hagyma az a fehér hagyma. Jó, illetve só és piros paprika. És akkor a kenyeret egyenletes szeletekre vágom. Oh, igen, egy pillanat, jegyezem. Igen, egyenletes. A hagymát megpucolom, és vékony karikákat vágok belőle. Ezt írt fel, nehogy héjastolt. Én itt rontottam el, meg kell pucolni a hagymát. Igen, igen. Jó, bajszát is lekemáljuk. Ne hülyeskedj, Endre, hát azt mindig. Igen. Egy késsel megkenem a kenyered zsírral. Véletlenül sem két késsel, csak egy késsel. Elhelyezem rajta a hagymakarikát, de nem kell, a késen kell elhelyezni a hagymakarikát. De ez egy rossz recept. Nem, ez a kenyeren kell elhelyezni. Azért ír 60 percet rá, mert nagyon sokan a késre helyezik a hagymát. Nehéz. Mire rájönnek, hogy arra telik az idő. Az utolsó lépés. Ízlés szerint sózom, és most jön a kapaszkodó. Az ínyencebbek tehetnek rá piros paprikát. Az ínyencebbek? Hát, bakker, most jövök rá, hogy ínyenc vagyok. Kis gurmi zsíros kenyér paprikával rajta. Igen, én is úgy szoktam paprikával. És kérlek szépen, 5376 ember nézte meg a receptet, és a receptre 4,48 csillagot adtak, tudom, 25 értékelésre. Ki az, aki nem értette ezt magától? Nem az a lényeg, hogy nem értette, hanem hibás a recept, és szerintem azért kapott értékelés szempontjából kisebbet, azért, mert hogy nem hagymakarikákat teszünk fel, hanem felébe vágott hagymát, ugye úgy felszeletelve, effektív a karika felébe vágva, és azt is még szét kell morzsolni azért, hogy egyenletesen szépen tud rászórni a kenyérem, ha a karikát teszed fel, és úgy harapsz, akkor az úgy lecsúszik. Hogy a karikának az egyik fele, tudod, így ráharapsz, az így az orrodra így ráfordul. Igen, és becsúszik a szádba, és ott marad és a zsíros. És az orrodba becsúszik a hagymakarika. Én volt úgy, hogy hagymát tüsszentette, miután megettem egy zsíros kenyere. Na, ha van jobb receptetek a hagyma, illetve a zsíros kenyér kapcsán, várjuk szeretettel, feltöltjük a kedvetekért az internetre is. 07 26 71 99 66. Ne feledjétek, ínyenceknek jár a piros paprika is. Papri. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan. Tényleg. Hármas szabály. Kedvenc gyerekkori ételeinkről beszélgettünk, és nem mertem elmondani, mit utálok legjobban gyerekkori ételeimből. Na? Murokfőzelék. Jajsz.
jött szó. Én se szeretem, de nekem nem is készítettek. Nálunk se volt, hál' Istennek, ilyen heti vagy napi, sőt, még havi szintű kínálatban sem benne a murok főzelék, de nem, én semmi, ami ilyen édeses, ráadásul, ha ilyen főzelékes formában van, azt nem. Én nagyon ilyen, inkább a savas dolgokat szeretem. Jó. Tehát például a nagy kedvencem mai napig, és tényleg beszélek róla, és nem csak a nyál gyűlik össze a szájamban, de az illatát érzem minden, az nagy tatámnak az ilyen felgöngyölt, rolátba tekert túrós puliszkája, tehát valami hihetetlen. Na, az igen, az igen. Az azt igen. Kellene megtanulni, hogy kell elkészíteni. Ja. Kell hozzá túrós puliszka is. Nem, mert nem mindegy, hogy melyik fajta puliszka lisztből készíted, meg értelemszerűen az sem mindegy, hogy milyen túrót teszel bele, hogy milyen mennyiségben szórod szét, milyen vastagon sirített ki a puliszka tésztát, hogy utána tud felgöngyölni. Az egyetlen dolog, amihez nagyon értek a túrós puliszka, az ilyen rolládas túrós puliszka kapcsán, gyerekkoromban mindig én csináltam, az az, hogy cérnával hogy kell így felvagdosni. Jaj, de nagyon jó volt. Cérnával felvagdosni a puliszkát, és úgy, hogy mindig eldugtam benne, hát nem én először, hanem először nagytatám csinálta ezt, hogy beledugott, mikor mit tudom én, puliszkát ettünk kolbásszal, házi kolbásszal, sült kolbásszal, és akkor nagytatám a puliszkába eldugott egy kolbászt. Azt hiszem, hogy egy ilyen komoly szóval, amikor üzenet. Minden kolbász elfogyott, akkor nagytatám így benyúlt a puliszkába, és kivett még egy kolbászt. Nagytata magic. Igen. Aztán én is csináltam. De egyébként most, ha már itt tartunk, igaz, nem a hagyományos konyhához tartozik, de én egyre több ilyen videót is látok, nete meg egyre többször próbálom is ki, hogy különböző szilikon formákba az, amit mondjuk eddig soha nem nagyon töltöttünk be, én azokat töltöm be, és akkor egy csomó vagány dolgot el lehet így rejteni. Például most a puliszkát, életem első puliszkáját most nemrég főztem meg, de úgy, hogy utána kitöltöttem ilyen szilikon formába, és akkor betettem még a lerbe sütni, de én is azt csináltam, hogy jött egy kis riteg puliszka, és egy kis sajtot elrejtettem benne, és aztán még egy kicsi puliszka, aztán kisütöttem. A gyerekkori kajátokban, a gyerekkori kedvenc kajátokban a puliszka szerepele. Én nem szerettem. Nem, én sem. De tejbe. Tejbe puliszka. Azt mondtam, hogy az volt a kedvencem. Mamának a szilvaízes puliszkája. Lerben sütve. Azt nem szerettem, de ismerem. De az hogy? Úgyhogy rendesen a puliszkát szeretekre vágta a cérnával. Igen. És akkor egy réteg szilva. Íz. Igen? Nem egyéb szilva íz, és akkor puliszka, szilva, és akkor elvágtad, csinálsz, hogy jó kis puliszkatorta. Puliszkatorta. Jaj, de ha már itt tartunk, akkor az ordás palacsinta torta, ez itt édesanyám és édesapám közös receptje meg, csak hogyha együtt csinálják, akkor működik nagyon jól, mert édesanyja keveri a legfinomabb ordás tölteléket vanília porral, cukorral, viszont apu nem a profi... Kaprosant készíti? Nem, ez ilyen édesség a kategória, határozottan fűszer édesség és benne. Víz kell legyen mindig melletted, mert attól meg lehet fulladni. Az orda az mondjuk olyan. Mondjuk attól függ, mert ha jól van készítve akár az ordás tésztánál, akár az ordás palacsintánál, akkor az finom. Igen, aki túlélte, az el tudja mesélni. Gyerekkori kedvenc kajáim között az egy darab hal konzerv, valamennyi hagyma, vaj, és akkor ebből lett egy ilyen kenőcs. Az például megvolt. Sőt, jobb esetekben citrom is volt hozzá. Hát amennyire a szockóban volt citrom, annyira. De ez nagyon jó ötlet. Én ilyet még nem ettem, de hát ez baromi finom lehet. Hát a kikavart ilyen bármi. Ilyen halpástétomszerű dolog lesz belőle? De facto igen. Egyfajta könnyed pástétom. Másik, hát falusi kedvenc, ugye lévén, hogy ilyen papfiók a státuszban voltam, néha a falusi néniknél kellett kajálni, és péntek mindig National Tört Puszulyka Day volt. Tehát ott mindenki tört puszulykát evett, ami azt jelenti, hogy ugye... Azt például sose ettünk az otthon. Tört puszulyka. Kedvencünk mai napig. Pityóka pizé. Tört puszulyka, így mondjuk tört puszulyka. Pityóka piré? Fuszulyka piré. Jaj! Igen, fuszulyka piré, tehát a feltét az rendszerint ilyen jó kis zsíron futtatott hagyma. Hagyma, piros paprikával igen. A végén megszórni, ez... de csak amikor már veszed le, igen. Mert ha nem keserű lesz. Igen, ennek ugye? Megvan a magas tiki. És ilyen... mellé sült kolbász az dukál. Attól függ, ha pénteket húsmentes napnak tartották, akkor nem igazán. Ez azért volt, hogy ugye a pénteki bőtnapot megtartott a falu, tehát pénteken bezabáltok tört fuszulyból, aztán vasárnapra mentek templomba. Ennek mi lett a végeredmény? Vasárnap már nem volt probléma. Nálunk egyébként magyar Sárosnak hívják a falut mai napig, volt egy ilyen forrás, sós víz jött fel a földből, és az volt a fuszulyka víz. Oda mentek a vérasszonyok twitterezni, meg facebookozni, meg tiktokozni, ott volt az ilyen jó kis találka, és ebből lett a legfinomabb tört fuszulyka az egész világon. Na de engem érdekel, akkor most okítsatok ki, hogy tanuljam meg tudjam kipróbálni, tehát ez kb. Ugyanúgy működik, mint a krumpli püré, csak olyasmi, tehát úgy van, hát nem pont, tehát megfőzöd a passzújt, fehér passzújt kell erre feláldozni, fehér passzújt. Jó színesből is.
Igen, lehet, hogy jó, mindegy, fehér passzújból csináljuk, mi megfőzöd, utána veszed szépen egy ilyen szűrőt, azon átpasszírozod, igen, mert hogy a héja az maradjon és akkor lesz belőle egy ilyen pép, egy ilyen nagyon-nagyon kellemes pép, és arra teszel szépen ilyen zsírban vagy olajban pirított hagymát piros paprikával, vagy hogyha gazdagon akarod, ahogy Kis Bence szokta, akkor kolbásszal, házi kolbásszal. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.